Egy újabb rangos díjat kaptunk, számolt be a napokban közösségi média oldalán Radnóti Ákos alpolgármester, aki dr. Rajsz Anikótól az Energiaügyi Minisztérium környezetügyért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkárától vehetett át díjat az önkormányzat nevében. A 2022-ben meghirdetett hulladékcsökkentési hét elnevezésű akcióban a Hasznosítsd újra a textil több élete projekttel első helyezést ért el városunk. De nem ez volt az egyetlen környezetvédelemmel kapcsolatos elismerés, amit Győr kapott az elmúlt időszakban. A határon átnyúló második Győri Klíma Expo az Arabona EGTC regionális körzetében a leglátogatottabb eseménydíját nyerte el. A két remek eredmény érthetően sokat jelent a területen dolgozóknak, és plusz motivációt adnak az elkövetkezőkhöz. Ezek a díjak adnak motivációt, az embernek a kreativitása, lelkesedése még jobban megnő, és a díjak azt mondhatják, hogy igen, jó úton haladunk, és hogy szükség van ezekre a rendezvényekre, és szükség van hogy arra, hogy az embereket megszólítsuk. Szükségünk is van a díjakra, szükségünk van a visszajelzésekre, szükségünk van a támogatásokra, hiszen rengeteg energiát vesz el ez a munka, de szerencsésnek mondhatom magam, mert a környezetvédelmi osztály együttműködve, elsősorban Herman Etelka osztályvezető asszonnyal és Márkusné Konrád Rékával nagy dolgokat vittünk véghez tavaly is. Már elkezdődtek a harmadik Győri Klíma Expo előkészületei is, de nem csak ezzel a rendezvénnyel készül a Környezetvédelmi Osztály és Bizottság 2023-ban. Idén is tervezzük megvalósítani az Ökodiák Olimpiát diákok, általános iskolás gyerekeknek. Ennek még a szervezése természetesen folyamatban van, illetve mondhatom azt, hogy a Környezetvédelmi Bizottság és a Környezetvédelmi Osztály fő eseménye a most már idén harmadik Győri Klíma Expo, illetve idén megszervezzük ugyanúgy, mint ahogy tavaly is, a második győri zöldfutást, és örömmel jelenthetem, hogy sikerült ugyanúgy, mint tavaly, idén is megnyerni a VHB-t főtámogatónak. Ezúton is köszönöm nekik a segítséget. Az elnök hozzátette, idén is olyan rendezvényt szeretnének megvalósítani, ami méltó az elmúlt évek színvonalához, és még több ember érdeklődését kelti fel.